Üdvözlök mindenkit! Ez a videó a gyermekvasút napjáról fog szólni. Remélem tetszeni fog. Kedves egybegyűltek, az ünnepségünket még fogjuk folytatni, de most egy olyan momentummal zárjuk, ami nem valaminek a vége, hanem mindig egy új utazás kezdete. Mi, vasutasok, ezt az aktust menesztésnek hívjuk. Ez az a pillanat, amikor az indulási idő elérkeztekor a forgalmi szolgálattevő, vagy ahogy mi nevezzük, a naplózó, a zöld tárcsájával, akarom mondani, a vonatindító jelző eszközzel utasítást ad a mozdony vezetőjének az indulásra. Úgyhogy szeretném is megkérni mai különleges vendégeinket, hogy, és a ma szolgáltat teljesítőket, hogy jöjjenek, fáradjatok ide a mozdonyhoz. Mi egy kicsit átadjuk a helyet, és szeretnék kérni egy nagy tapsot, mert egy igazán neves naplózót sikerült már a leigazolnunk. A mögöttünk álló 252-es számú vonat indulási ideje elérkezett, ezért megkérem a kedves utasokat, hogy foglalják el a helyeiket. A vonatot egy volt úttörő vasutas pajtás fogja elmeneszteni, aki szívére még ma is szívesen emlékszik 11-14 éves emlékeire. Köszöntsék sok szeretettel Kerekes József Jászai Balidia színművész, kérjük szépen egy nagy tapsot. És akkor én most fogok egy mikrofont, mert egy fontos szolgálati pillanat következik, rendelkező pajtás felhatalmazza őt a menesztésre. A pajtás a 252-es számú alatt menesztető a második vágányra. Rendelkező pajtás, 252-es számú vonat menesztető a második vágányra.
A nap különlegessége az volt, hogy az MK49-es ismét forgalomba állt. Ennek jelentőségét akkor érthetjük meg, ha ismerjük a mozdony történetét. Úgyhogy következzen a mozdony történetének rövid ismertetése. Ezeket a mozdonyokat 1962-ben gyártották le, összesen 7 darabot, és egészen 1973-ig közlekedtek. Ezután az egyetlen megmaradt példány az MK49 2006-os mozdony Széchenyi egyállomáson volt kiállítva 1973-tól 2003-ig. A mozdonyt 2003-ban levitték a Hűvösvölgyi fűtőházba, és megkezdték a felújítását. 20 év elteltével 2023. 4. hó 11-én közlekedett személyvonat élén először 50 év után. Így már érthetjük, hogy miért nagy jelentőségű dolog ez a mozdonysorozat történetében.